A legmagasabb osztályból kieső csapatok előtt két út áll, vagy megpróbálnak azonnal visszajutni, vagy berendezkednek a tartós másodvonalbeli szereplésre. A Szuperligától fél évtized után búcsúzó NTK az előbbit választotta. Bár az elmúlt években az állandóság jellemezte a csapatot, nyáron jelentős változások történtek a játékos keretben. Szegő Levente valószínűleg visszamegy Debrecenbe, vagy még nem tudja, lehet, hogy Budapesten folytatja a szereplését. Azonban nagyon fontos dolog, hogy a Péter Sándor hazajön németországi munkájából, és újra hazai színekbe végre a Nyíregyházáért guríthat majd, ami mindenképpen nem csak csapat összekovácsoló szempontból, de eredményében is bízunk benne, hogy jó tesz majd a csapatnak. Két új játékosunk is érkezett, akik még eddig nem játszottak Nyíregyházán, Hajdunánásról a Szojka Miki, illetve Hajdudorogról a Szilágyi Sándor, akik korábban alacsonyabb osztályban játszottak, úgyhogy mindenképpen a csapathoz igazolnak. Még egy tehetséges serdülőkorú játékos is Nyíregyházára látogat, majd nyíregyházi színekben fog versenyezni, és folyamatban van egy nagyon nagy nevű szegedi játékos, nevén szólítva Fehér Béla, aki volt országos bajnokként, szeretne a nyíregyházi csapattal visszajutni a Szuperligába. A nyíregyházi Teke Klub az NBA egy keleti csoportjába kapott besorolást, a Szuperligától szintén búcsúzó BKV előre társaságában. Az NTK egy hét csúszással kezdi majd a szezont. Szeptember 1-én, már is másodikán indul a Szuperliga NB1, NB2, NB3 mezőnye Magyarországon, azonban mi biztosan csúsztatni fogjuk az első bajnoki fellépésünket, ugyanis Szlovákiában a Nagy Sáros csapatánál fogunk majd részt venni a szokásos Sáros kupán, így mindenképpen nemzetközi szereplés miatt csúsztatnunk kell majd a rajtunkat, míg jelenleg a sorsolás nem tudható, ugyanis a mai nappal lesz a nevezési határidő lezáródva a Magyar Tekeszövetség, és ennek tükrében próbálunk majd egy Szolnokkal vagy egy Mátonterenyével oda-vissza alapon barátságos mérkőzést vívni, illetve augusztus végén Egerbe, az Agria kupára látogatunk két négy fős csapattal, mert Eger az mindenképpen egy fontos állomása lehet majd az NB1-es szereplésünkbe, és az egy nagyon fontos két pont lehetne, hogyha a nyíregyházi csapatot eredményesen szerepel. Finta Zoltán elmondta még, hogy idén is megrendezik a hagyományos Kárpát-kupát, amelyre a korábban megszokottnál későbbi időpontban, decemberben várják majd a határon túlról érkező csapatokat.